Borsóleves volt a csütörtöki menü az EGRI Ételt az Életért Alapítvány kínálatában. Rászoruló családok kapták a meleg levest és hozzá a friss pékárót, valamint az egy doboz vajat. A jótékonysági szervezet minden hétköznap egytel meleg étel oszt a hozzájuk fordulóknak. Most a civil közösségi szolgáltató központ támogatta az akciót. A vírushelyzetre tekintettel minden civil szervezetnek most nagy problémát jelent, így a karácsonyi adománygyűjtő rendezvények megszervezése. Központilag a miniszterelnökség indított erre egy kampányt, ez az Adventi Civil Börze nevű kampány. Ehhez lehetett csatlakozni. Heves megyéből 3 szervezet csatlakozott, Egerből az Ételt az Életért Alapítvány. Gyakorlatilag az ő támogatásukkal ezen az online felületen való megjelenéssel segítjük a forráshoz jutásukat. Az Ételt az Életért Alapítvány Egerben is igyekszik minden higiéniai szabályt betartani a koronavírus fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében, hiszen az önkéntesek közel 600 adag ebédet osztanak ki naponta. Próbáljuk betartani a megszokott módon a távolságtartást, ugye már hogy ez márciusban is így volt. Itt fel vannak festve ilyen másfél méterenként egy csíkok, így tudnak állni a rászorulók, amikor jönnek be. Mi próbáljuk a maximális higiéniai követelményeknek megfelelni, mind a főzés közben, a konyhán, mind itt a kiosztáskor. Múltkor volt egy nébi ellenőrzésünk, akkor kérték is, hogy itt ezt most csináltattunk egy ilyen plexi védőt a dolgozóknak. Mindenki gumikesztyűt használ, fertőtlenítők vannak, a ruhát is szoktuk, van külön ruhafertőtlenítő, amit minden műszak után átfújunk. Hát próbáljuk megtenni a maximumot, amit csak lehet. A vezető hozzátette, számos felajánlás érkezik hozzájuk, és már a Magyar Élelmiszerbankkal is kapcsolatban állnak. Az elmúlt napokban például tartós élelmiszer gyűjtöttek az egyik nagy áruházban. Míg tavaly a Magyar Vöröskereszt EGRI szervezetét is számos helyi vállalkozót támogatta, addig idén a koronavírus miatt nem tudják a szokásos téli ételosztásukat megtartani, ugyanis nem áll rendelkezésükre megfelelő helyszín ennek megvalósításához. Vannak szabályok, amiket be kell tartanunk. Talán a helyszínünk se a legalkalmasabb, az a Klapka-Györgyő 9 számra, ugye a kapu alatt, hogy ott azért egy tömeg megjelenjen, aminek most ugye nem lehet megjelennie. És hát úgy döntöttünk most egyelőre, hogy szervezetünk ezt a segítségnyújtó tevékenységüket nem vállaljuk be egyelőre. Ennek ellenére minden hétköznap reggelivel várják a hajléktalanokat, akik forró teát és zsíros kenyeret kapnak. Továbbá gyűjtik a tartós élelmiszereket, amiket hamarosan rászoruló családokhoz juttatnak el.